A következő percekben a kölyök verzumba utazunk, és kiderítjük, mit is jelent ez igazából. Azt azonban már most elárulhatjuk, hogy rengeteg játék, móka és kacagás kapcsolódik hozzá. Erről fogunk beszélgetni a következőkben vendégeinkkel, Paulikovics Ildikóval, az EKMK program koordinátorával, illetve Szűcs Rékával, a Harlekin Bábszínház igazgatójával. Köszöntelek titeket, szervusztok! Sziasztok. Sziasztok! Először is beszéljük azt meg, hogy mit jelent az, hogy kölyök verzum. A kölyök verzum az tulajdonképpen egy gyerekbirodalom. Azt gondoltuk, hogy egy olyan napot szeretnénk a gyerekeknek szervezni, amit csak róluk szól, minden a gyerekek körül, és azok körül a tevékenységek körül forog, amit ők nagyon szeretnek, a játékok, a kézműveskedés, a mindenfajta kalandok, és akkor azt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha ez tényleg egy birodalom lenne, egy külön kis univerzum, és akkor ezt találtuk ki, hogy akkor legyen kölyökverzum. És ha jól tudom, egyfajta tematikára ráhúztátok az egész programsorozatot. Hogyan kapcsolódik a bábokhoz, vagy akár a színházi olimpiához? Hát úgy kapcsolódtunk ehhez a kölyök verzumhoz, hogy én amikor pályáztam a színháznak a élére, akkor nekem nagyon fontos volt, hogyha vannak ilyen nagy rendezvények, akkor az egri kulturális intézményekkel akkor együttműködve dolgozzunk. És amikor jött ez a lehetőség a 10. színházi olimpia kapcsán, hogy jönnek hozzánk előadók, nemzetközileg elismert külföldi, illetve hazai előadók is, így az jutott eszembe, hogy akkor ez egy nagyszerű lehetőség és platformhely arra, hogy kihasználjuk ezt a részt, és együttműködjünk bizonyos intézményekkel, és akkor felhívtam az EKMK vezetőjét, igazgatónőjét, Pataki Zsuzsát, akinek elmeséltem ezt a helyzetet, és ő abszolút nyitott volt a helyzetre. És mi így csatlakoztunk ehhez a kölyök verzumhoz, hozunk majd báb előadásokat, pontosan 5 előadást fogunk hozni erre a gyereknapra. Nem tudom, hogy így felsorolhatom-e most így egyből őket. Jönni fog hozzánk Robert Stiles egy vásári bábjátékkal, Judy és Páncsal, illetve Gaspar Nasuto, olasz előadó, szintén vásári bábjátékkal, a Pulcinellával. Lesz marionettjáték, Lehő Zsuzsa és Takács Dániel előadásában a Dobronka Cirkusz világszámmal, babtársulatok, egy menetszínház, és fel fognak lépni a 3 kívánsággal, valamint fogunk hozni még egy nagyon látványos előadást is egy spanyol előadóktól, a Companilatáltól, ők pedig a Cariót fogják előadni, és hát persze ezen a gyereknapi forgatagban a Harlekin Bábszínház színészei és művészei is majd ott lesznek, és folyamatosan lehet velük fotózkodni, ugyanis bábokkal fognak sétálgatni az érsekkertben. Ha már említette néhány előadást, műfajilag, technikailag, bábtechnikailag, mennyire változatosak egyébként ezek? Abszolút a sokszínűség jegyében történik a dolog, tehát vannak marionett előadások, vásári bábjátékok, de ahogy így említettem az előbb is, tehát hogy ez így az egész színházi olimpiára jellemző és igaz, hogy csak így a teljesség igénye nélkül lesznek továbbiakban is bohócsók, meg bábszínházi előadások, mindezek mellett, tehát elég színes lesz így a repertoár műfajügyileg is, nem csak technikailag. A Bábszínház mellett milyen programokkal várjátok még a gyerekeket? Egy picit kapcsolódnék igazgatóasszonynak a mondandójához, mert hogy ami nagyon fontos, és ezt emeljük ki, hogy bár a gyereknap az vasárnap, de ugye mi most szombaton várjuk a gyerekeket és a családokat az érsekkertbe, ugye ez most szerencsésen vagy szerencsétlenül a pünkösdi hétvégére esik. Hosszú hétvége, szombat, vasárnap, hétfőn vannak otthon a családok. Ilyenkor azért nagyon sokan elutaznak, hazautaznak távoli rokonokhoz, szülőkhöz, és mi nagyon gondolkodtunk ezen, hogy nem biztos, hogy szerencsés, hogyha a gyereknappal ezt ketté vágjuk, ezt a hosszú hétvégét, és amikor Réka megkeresett minket, hogy tudunk-e közösen együtt dolgozni a Színház Olimpiával, akkor ez meg gyakorlatilag hab volt a tortán, hogy egy ilyen remek rendezvényt tudunk, és pont szombati napra mellé tenni, úgyhogy mi nagyon örültünk az együttműködésnek, hogy tényleg nagyon színes programot tudunk hozni, és akkor kérdésedre válaszolva,
ebben a kölyök univerzumban különböző birodalmi részek vannak, vagy akár mondhatom azt is, hogy planéták. Például szerintem, amit nagyon fogja érdekelni a gyerekeket, lesz egy szuperhős planétánk, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokat próbálhatnak ki a gyerekek, amit ők tényleg hősnek érzik magukat, kipróbálhatják, azt gondolom, hogy feszegetik egy kicsit a határaikat. Lesz egy hatalmas 40 méteres mega ninja pályánk, amit szerintem a gyerekek tévében már sokat láttak, de szerintem csak kevesen próbáltak ki. Mobil kalandpálya, egy nagy kenopi, egy csúszópálya a tó fölött, amin lehet menni, négyasztalos eurobungee-ing, külön, ugye ezt mindig nagyon kedvelik, és akkor most mondanám a szülőknek, hogy nyugodtan készülhetnek, mert a lányok már mutatják is, hogy a zűrgyárban, mert így neveztük el a kreatív sarkot, hogy a zűrgyárban különféle játékokat lehet majd készíteni. Gondoltunk az egészen kicsikre is, ilyenkor azért nagyon picikkel is kilátogatnak, úgyhogy lesz egy kis mini vidámparkunk, ami kimondottan a kicsiknek, óvodásoknak szolgál, lesz mellette egy babasátrunk, és gondoltunk a szülőkre is, lesz egy szülői szusszanunk, ahol, mert szerintem ilyenkor a szülők jobban elfáradnak egy ilyen napon, mint a gyerekek, ott egy kicsit leülhetnek, megpihenhetnek, feltölthetik a telefonjukat, pont rá fognak látni a mini vidámparkra, ahol a kicsik éppen mondjuk a kukacvonattal mennek, vagy a körhintával mennek, de lesz lábbalhajtós kis autók, lesz buborékjátszóház, és amit nagyon fontos megemlítenem, hogy megint azon túl, hogy a Harlekin Belp Színházzal ilyen jól együtt sikerül működnünk, azért van egy-két olyan szervezet, akik még csatlakoztak hozzánk. Régen nagyon kedvelt gyereknapi program volt, és évek óta nem volt a gyereknapon, most megint a Spartacus Tájfutó Sportegyesület kilátogat hozzánk, és a Matrix pályájukat felállítják, ezt a gyerekek nagyon kedvelik, de például a családsegítőnek lesz egy nagyon jó pofa sátra, ahol mindenfajta rejtvények lesznek, arcfestés, és ismét most az utóbbi időben több rendezvényünkön részt vett a kis zseniiskola, és ők is kilátogatnak most hozzánk, és mindenfajta játékos fejtörővel várják majd a gyerekeket. És ami egy nagyon érdekes dolog lesz szerintem, és ilyen még nem volt, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan fog működni, a fősétány közepére egy hatalmas háromoldalú mászótornyot építünk, ahol falat lehet mászni. Remélem nem a szülők fognak falra mászni, ezt akartam mindenre nekül fog sikerülni. Korábban említetted a Mega Ninja pályát, ezen úgy pillanatra megakadtam. Ez mit jelent? Ninja Warrior, ez biztos ismered, amikor egy ügyességi pályán kell menni, és akkor mindenfajta ilyen keréken kell átmenni, felmászni, lecsúszni, függeszkedni, és ez egy hatalmas, felfújható egyébként, ez egy 40 méteres óriási ilyen ninja pálya lesz. És ezt csak gyerekek próbálhatják? Nem. Ki szeretnéd próbálni? Nem, én is egyébként gondolkodtam ezzel, hogy félek tőle, lehet, hogy a szülőket úgy kell elteregetni, hogy adják a gyerekeknek át a helyüket. Nem, természetesen ezt a nagyobbak is kipróbálhatják. Jó, szóval várunk titeket, szeretném kipróbálni. Igen. Mindenképpen, de stábbal, hogy megörökítsük a... Hát szerintem egy pár Petra. Akciókamerát. Persze, igen, teszek magam akciókamerákat. Már látom magam. Szubjektív felvételekkel érkezünk majd vissza. És ami nagyon fontos, ugye 10-től este 6-ig várunk mindenkit, de közben még, hogy azért ne legyen egyszerű, a Bartakovics Béla közösségi házban egy gyerekkoncerttel is várunk mindenkit, ott pedig Tom Petty koncert lesz. Úgyhogy akinek már nagyon melege van, vagy egy kicsit másra vágyik, zenét hallgatna, az akár ott a koncerten is részt tud venni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottátok velünk ezeket a program lehetőségeket, hát tényleg jobbnál jobbak közül lehet választani, azt hiszem a gyerekeknek, meg a családoknak, meg hát ugye nekünk is, mert ahogy itt meg is beszéltük, ebből egy nagyon jó anyag is ki fog jönni, úgyhogy a TVGR nézőit majd buzdítjuk arra, hogy nézzék meg. Úgyhogy, meg hát arra is természetesen, hogy ezekre a programokra menjenek ki, mert tényleg nagyon érdekesek lesznek, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, várunk sok szeretettel benneteket.